Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájunkkal. És a lelked. Szent István királyunk ünnepén ezt a szent misét magyar hazánkért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Te Szent István királyt itt a földön, országod koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, s ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmeimet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges, sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonoszoktól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efeszusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon nyártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek.
Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. És lelkettel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavamat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavamat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmazzá vált. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta a tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Ma, amikor Szent István király ünnepén az égiek pártfogását kérjük gondok sokaságával küzdő magyar nemzetünkre, érdemes odafigyelnünk első szent királyunk életpéldájára, aki nem csupán családjáról, hanem egész nemzetéről igyekezett atyai, édesapai szeretettel gondoskodni. Szent István királynak köszönhetően a Kárpát-medence nem csupán lakóhelye a magyar népnek, hanem ez a mi szülőföldünk, otthonunk és hazánk. És a hazánkat mi magyarok úgy szeretjük, mint az édesanyánkat. Szeretjük akkor is, ha úgy érezzük, hogy megloptak, megraboltak bennünket. Szeretjük akkor is, ha egyesek még a földet is eladták a lábunk alól. Szeretjük akkor is, ha mindenféle fizikai, szellemi, erkölcsi pusztulás nyomait látjuk, tapasztaljuk napjainkban is. Szeretjük, mert ha néha szűkösen is, de ez a föld adja nekünk a kenyeret, ami a közös családi asztalra kerül. Szeretjük, mert itt akarunk becsületesen megdolgozni a közös családi asztalra kerülő kenyérért. Szeretjük, mert a nehéz esztendők után csak a mi munkánkkal lehet ennek az országnak a felemelkedését biztosítani. Ahogyan egy családban mindenkinek, még a legkisebbeknek a véleményét is érdemes kikérni, ugyanúgy érdemes ennek az országnak minden állampolgárát meghallgatni arról, hogy miként képzeli el a közös jövőt
és a felemelkedést. Mert jövünk csak közös van. Ha nincsenek közös céljaink, és ha nem együtt akarunk dolgozni ezek elérésért, akkor nincs jövőnk. Mert jövünk csak közös van. Amikor családjaink és nemzetünk közös asztaláról beszélek, akkor nem egy fizikai tárgyra, nem is egy bútor darabra gondolok, hanem mindarra, ami bennünket összefog, erősít és felemel. Mindarra, ami erőt ad nekünk a mindennapi munkához, és ami szinte erőnk feletti képességet ad ahhoz, hogy segítsük azokat az embertársainkat is, akik önhibájukon kívül kerültek rendkívül nehéz anyagi helyzetbe. Magyar nemzetünk közös asztalánál mindenkinek helye van, aki becsületesen teljesíti kötelességeit mind saját családja, mind magyar nemzete iránt. És ez nem lakberendezési ötlet, hanem életrendezési tanács. A ma ünnepelt Szent István királynak köszönhetjük azt, hogy a magyarok nagy családi asztalára jelképesen odatette a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét, hitünk szent jelét, a remény jelét, jövünk, közös jövünk jelét, zálogát. Ahogy énekeljük, a kereszt volt ezer éven reménységünk oszlopa, most is Krisztus jele légyen, jövőnknek záloga. Erre a keresztre tekintve, és az Isten segítségében bízva, nem esünk kétségbe a legnehezebb helyzetben sem. Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy földi hazánk fölemelkedéséért mindannyian fáradhatatlanul dolgozzunk. De kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy e világi küldetésünk teljesítését követően az égi hazába is eljussunk, mert Szent István király ezt az utat jelölte ki számunkra. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szület világban. Aki az Atyától született, az idő kezdete eljött. Isten az Isten világossága, világosságban, valóságos Isten a Yeah.
Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közben járására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts meg mindenkit emberhez méltó életre. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közben járására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kegyelmét, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közben járására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És emeljük föl szívünket. Lelemeljük az Úrba. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert,
és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk, Krisztus a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel, és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és hangos szóval énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjék téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével értetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Amen.
a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd a ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki jöttet. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békés. Aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, mielőtt megáldanám az új kenyereket, először is nagyon szépen köszönjük az asszonykórusnak a szép éneklését, és szeretnék köszönetet mondani innen a sok kenyér, jó illatos kenyér mellől Dodinak, a Péknek, aki most már több mint 20 éve minden évben megörvendeztet bennünket. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson elé. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk, Istenünk gondviselő atyánk, minden nap kérjük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékodikként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasszuk. Érte neked és mind embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
áldjon meg benneteket, mennyei atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Amen. Jézus Krisztus, a mennyei atya szeretett fia, adja meg családjainknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket a boldog jövő zálogát. Amen. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétért velünk együtt munkálkodjunk. Amen. S áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek menjetek.